A kaposvári Rippl-Rónai Emlékháznak helyet adó római villát, a művész egykori otthonát felújítás miatt bezárták. A gyűjtemény legértékesebb darabjait Szekszárdon állították ki. Óriási örömünkre szolgál minden olyan alkalom, amikor a Rippl-Rónai művészetét egy másik helyen, itt például Szekszárdon mutathatjuk be, hiszen a Rippl-Rónai mi múzeumunknak a névadója is. És önöknek most elhoztuk Rippl-Rónai legszebb alkotásait, Kaposvárról, abból az alkalomból, hogy lehetőség nyílt, hogy egy állandó kiállítást megbontsunk, és néhány hónapra, amíg ott rekonstrukciót végeznek, akkor itt a szekszárdi művészet kedvelő közönségnek megmutathassuk. A kiállított 38 alkotás között szerepelnek olyan művek, mint Bányai Elza fekete kesztyűs vonzó fiatalságot és gyengéd nőiességet árasztó pasztelportréja, vagy az ikonikus megyfavirágzás. Segítséget tudunk kérni a Magyar Művészeti Akadémiától, amit meg is kaptunk, úgyhogy óriási öröm, hogy itt lehet egy ilyen kiállítás. Én azt gondolom, hogy a jövőben azt beszéltük igazgató úrral, hogy hát ez legyen a minimum, tehát ne adjuk lejjebb, és ilyen jó kiállításokat hozzunk ide a városba, mert megérdemli ez a város, hogy kicsit nagyobb művészeti élet, és egy kicsit fölpesdüljön. A művész mind a négy alkotói korszakából érkeztek festmények. A 19.-20. századi milliót jeleníti meg a tárlat, mely a Wosinski-Mohr Múzeumban december 15-ig lesz látható. Múzeum történeti esemény ez a mai nap, hiszen egy olyan kaliberű alkotónak a kiállítását nyitottuk meg, aki nem csak magyar szinten számottevő, hanem európai, sőt világszinten is a művészetét fontosnak és meghatározónak tartják. És hát ő ugye nem más, mint Rippl-Rónai József, aki itt a Dél-Dunántúlon élt Kaposváron, a szomszéd vármegyében. Izgalmakban nem volt hiány ezen az estén a múzeumban, hiszen a megnyitó ideje alatt kétszer is riasztott a tűzjelző berendezés.